Három év alatt több mint 100 000-en éltek az úgynevezett nők 40 nyugdíjkedvezménnyel. Ezt Soltész Miklós szociális és családügyi államtitkár jelentette be. A program életkortól függetlenül olyan nők számára nyitja meg a nyugdíjas élet lehetőségét, akik kereső tevékenységgel vagy gyermekneveléssel igazolni tudnak 40 év munkaviszonyt. Óvodában dolgozott Tanácsné Bene Zsuzsa elfáradt a munkában. 18 éves korom óta dolgozom, estén végeztem el a főiskolát, és hát nagyon sokat dolgoztam a 40 év alatt, és elfáradtam. Pedagógusoknak azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy 40 év után elmehetnek. Bár a hazai nyugdíjak átlagát viszonylag nehéz meghatározni a szóródás miatt, elmondható, hogy körülbelül annyit kapnak, amennyit a magyar nyugdíjasok fele. 2011-ben a nők 40-ben az átlagos megállapított ellátás az 93 ezer forint volt, 2012-ben 107.800 forint, és a 2013 évi ez még csak nagyságrendi adat, hiszen ugye a decemberi megállapításokat még a statisztika nem tudja tükrözni, de 113.500 forint plusz-minusz epsilon. Akiknek kevesebb, mint egy év hiányzik a kedvezményes nyugdíjhoz, azoknak foglalkoztatási programot indítottak. Az a 100 000-es szám, ami tavaly meghaladott most már az igénylőknek a száma, az mindenképp a döntés helyességét igazolta, és mindenképp fontos az, hogy ez a kormány tovább fogja folytatni ezt a lehetőséget. Igazságtalan volt ez a kormány döntés, és fenntarthatatlan a program. Ez a nyugdíjszakértő véleménye. Ez a viszonylag jó állap, jó helyzetben levő nőket kedvezményezi. Lehet, hogy sokkal fontosabb lenne ezt a évi 50 vagy 100 milliárd forintot a legrosszabb helyzetben levő nyugdíjasok ellátására fordítani. Nem emelkedett például a minimál nyugdíjak nominális értéke 5 éve. Simonovics András szerint inkább erre kellene fordítani a Nők 40 program költségeit.